A Kármelhegyet a kezdetektől Szűz Mária jelképének látták az egyházatják. 1251-ben Szent Simon a skapulári látomásában részesült. A váruha azóta nem csak a rend tagjainak, hanem minden olyan hívőnek a jelképe, aki a kármelhegyi boldogasszony oltalma alatt a megfelelő életmódra vállalkozik. Július 16-án világszerte búcsúval tisztelegnek a szűzanya előtt. Így lesz ez Keszthelyen is, ahol nagy körmeneten hordozzák végig a skapulár és boldogasszonyt. Az ünnepi nagymise előtt megáldják a skapulárékat. Erre hívjuk nagy-nagy tisztelettel és szeretettel a kedves keszthelyeket és környékeket és mindazokat, akik lelkileg akarnak kicsit feltöltődni. És a szűzanyával azért nem árt jó viszonyt ápolni, mert ő az, aki leginkább közel áll Jézushoz, a mi úrunk, a Szent Fiához, és ő mint szószóló, mint közbenjáró. Hogyha nem a szűzanyát imádjuk, most sokan esetleg itt mondják, hogy a szűzanyának a tisztelete az kicsit túlzás, nem. Egyáltalán nem túlzás, hát ő az Isten szülő, az Isten anya, és hát mi nagyon anyások vagyunk mi, és ezért is szeretjük ezeket az ünnepeket megtartani. Az előesti szentmisét Csíki Zoltán kismartoni újmisés atya tartja, az éjféli szertartást pedig Mokos János káplán celebrálja. A vasárnapi ünnepi szentmise szónoka Fazakas Zoltán Márton premontrei apát lesz. A búcsún számos önkéntes működik közre, akik a körmeneten vállalták a zászlók és a szűzanya szobrának hordozását is. A Kármelita Bazilika lánykara és kórusa énekekkel emeli az ünnepség fényét.